Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Én Frenki vagyok, mellettem pedig Vukman Attila. Ennek pedig mindjárt elmondom az apropóját, mielőtt itt szót adnék Attilának, vagy mielőtt beszélgetnénk arról, hogy miről is lesz szó a mai videóban. Ugyanis bejöttem a Pécsi Árkádba, és találtam számotokra is valószínűleg izgalmas néhány autót, ugyanis itt az elmúlt két hétben a látogatók tulajdonképpen japán autócsodákat tekinthettek meg, olyan autókat, amiket valószínűleg, hát nemhogy az utcán, de még talán más kiállításokon sem láthattak igazán, vagy egyáltalán sem. Attila pedig az autók büszke tulaja, körbe fog minket egy picit vezetni itt az Árkádban, hogy milyen autókat hozott ide, meg hogy ennek az egésznek mi az apropója tulajdonképpen. Úgyhogy üdvözöllek a csatornán! Sziasztok, Hukon Attila vagyok. Mi az apropója? Igen, igen. Hát június 1-én, 2-án Pécsen az Expo Centerben egy hatalmas autó, japán autó kiállítás lesz. Tavaly már volt, 7000 látogatóval, nagyon népszerű volt, ezért úgy gondoltam, hogy megismételjük ezt. Nagyon sokan kérték, hogy csináljunk egy ilyen rendezvényt. Van sok japán autórendezvény Magyarországon, de inkább a tuning és a versenyre alapul még. Ez a kiállítás viszont majd, ha itt megnézzük az autókat, látszik, hogy gyári állapotúak ezek is nagy részt. A kiállítás is a gyári autókra épül. Hát akkor szerintem nézzük is meg, hogy nagyjából, ha jól gondolom, egy kis ízelítőt hoztál abból, hát amiket valójában majd a kiállításon, igen, vagy az eseményen látni. A kiállításon ott országszerte mindenhonnan jönnek kiállítók. Itt az Árkádban a saját autóimat állítottam ki. Ízelítő, igen, tehát igazándiból a legnagyobb vadakat és a legszebb autóimat hoztam természetesen ki az Árkádba. Mindjárt mutatjuk ezeket a japán csodákat, de mielőtt tovább mennénk, ne felejtsétek el, a kriptokereskedés, akkor YouHodlerUp, ahol a Cloudminer-en keresztül még játékos formában bitcoint is tudsz bányászni. A rendelkezésre álló blokkokban való bányászat megkezdéséhez Sparkokra lesz szükséged, de ne aggódj, mert ha most töltöd le az appot, a leírásban található linken keresztül, vagy a kijelző jobb felső sarkában, illetve a bal felső sarkában megjelenő QR kódot beolvasva, és használod a Frenki kuponkódot, akkor rövid verifikációs folyamat után már kapsz is 50 Sparkot ingyen. Így azért nem lesz nehéz dolgod, és már el is tudsz kezdeni passzívan pénzt keresni egy kis bitcoin bányászattal. Úgyhogy Cloudminerre fel, töltsd le a YouHodler appot, mi pedig menjünk tovább most a videóval. Itt a folyosón, ha majd végigérünk, látjuk, hogy főleg a rally dominál. Például itt van egy GT4, egy Celica GT4, aminek az érdekessége, hogy balkormányos, nagyon kevés, aztán 400-valahány darab balkormányos készült. Előtte a másik vetélytársa a ralliba, a Subaru Impreza. Sokak vágyálma, úgy gondolom. Valószínűleg a hangja esti miatt is. Mert így van, igen, azért ez a Boxer, ez talán nem hazudik. Hozzátesz az autóhoz. De ez egy esti, így van, ez jobb kormányos, tehát ez egy belpiacos, igazi versenygép. És ha megyünk majd tovább, akkor látjuk, hogy ott az Evo, egy 6-os Evo ráadásul. És ha jól tudom, neked egyébként több Evód is van. Hát kettő, van egy 3-as Evo, meg egy 6-os. És ide például miért pont a 6-ost hoztad ki? Mert az Evók közül szerintem a 6-os az, ami most azért biztos megrónak, ami a csúcs, ezért el a legtöbb rally sikert, én úgy tudom. Tehát ez a Szent Grál, úgy gondolom, az Evók között. Egy meghatározó típus, az biztos, igen, egyébként, igen, igen. És itt van a Nissan Sanyi, én viccesen ezt mondtam itt, amikor itt megnéztem, hogy milyen autóid vannak, a Nissan Sanyi, aki azért jóval több annál, mint ami látszik rajta így elsőre. Szerintem ez egy interaktív műsor lenne, most itt megállhatnánk és várnánk, hogy ki fogja megfejteni, hogy mi ez. Tehát ez is egy rally autó, ez is indult rallyba, ez is azért készült, ugye, mint a többi, hogy homonigezálják, és hogy le kell gyártani 2500-5000 darabot. Tehát ez is egy négykerékhajtású autó, 2000 köbcenti turbós, alap kiépítésben 220 lóerős, és 1200 kiló. És egy nagyon gyors, egy 1220 kilós kis autó, igen, és ebben a GTI-R változatban nagyon keveset gyártott, tehát ugye a 15000-nek kellett meglennie, lehet, hogy összesen a Sunny-ból. Gyártottak annyit. Igen. És annak ellenére, hogy mennyire egy jó pofa, vagy lehet, hogy egyébként most ennyi idő elteltével egy nagyon jó pofa autó, nem tudom, hogy akkoriban milyen volt, de hogy annak ellenére viszont nem volt egy túlzottan sikeres típus. Nem volt, a rallyba se volt olyan hatalmas sikere, de éppen tegnap a Facebookon feljött egy hirdetés,
nem hirdetés, egy bejegyzés. Uh-huh. Egy japán nyelven volt, és ott írták, hogy nézzétek, Japánban is 4 darab eladó van jelenleg uh-huh. a Sunny GTR-ből, tehát igencsak elpusztultak ők is. Igen, és tehát tényleg egy nagyon ritka kocsi, viszont annyira jó műszaki tartalommal, uh-huh. tehát ha jól tudom, a Skyline GTR összkerékhajtása van alatta, meg valami ilyen, hát, ilyen dolgok. Ilyesmi, őt kis Godzillának hívják egyébként, igen. ugye majd beszélünk igen, a nagy Godzilláról is. Hamarosan, igen, most kezded lelőni a poént, úgyhogy még maradjunk itt. Van itt egy Integra Type-R, amit szintén nem sűrűn látunk azért, hát nem, az utcán nem. biztos, hogy igen, ez erre is az jellemző, hogy mit tudom, 10-15 évvel ezelőtt ezek a japán autók olcsók voltak. Ezért a fiatalok szívesen használták és elhasználták őket, vagy az árokparton, vagy a show adta meg őket, úgyhogy nagyon kevés maradt belőlük. Ez is egy viszonylag sokat futott autó, de műszakilag rettentően jó állapotban uh-huh, van. Uh-huh. És hogyha tovább jövünk, igen. egy Hachi Roku, ami nagyon-nagyon sokak kedvence. Én megmondom őszintén, a mai napig nem vagyok vele tisztában, hogy pontosan miért, de lehet, hogy te ezt így mondjuk egy-két mondatban körbe tudod érni, hogy miért lett akkora kultusz az AE86? Talán egy szóval a drift, mm. tehát ez Japánban, ez volt a Zsiguli. Tehát a olcsó autó volt, viszont aha. nagyon-nagyon jó sportos autó volt, hátsó kerékhajtás, pörög, mint a fene, az 1.6-os motor, és én úgy tudom, hogy Japánban egy japán ember ezzel találta fel a diff fogalmát, aha. tehát ezzel találta ki ezt a mozgást. Tartós autó is, és ő is most már határtalanul drága, mert hogy elfogyott, mert rohadós uh-huh. is, meg ezt a driftet használták utcán is, meg versenypályán. Aha. Nagyon kevés maradt meg. Ez az autó például Portugáliából jött, és az ottani időjárási... Ezért gondolom megmaradt rohadásmentesen. Így vagy... van. Meg egy tulajdonosa volt, tehát ez egy hatalmas szerencse szegényemnek, hogy ilyen tulajdonos és ilyen országban született. De most már biztos, hogy jó helyen van, azért úgy igen, gondolom, hogy igyekszem. Te valószínűleg nem ezt fogod minden nap használni, driftelni. Én egyiket sem fogom arra használni, mert azért sem nem tudok úgy vezetni, meg egyébként is. Múltkor egy forgatáson kivittük a GTI-ért, és a forgatáson ugye meg akarták mutatni, hogy mégis mit tud. Mm. Ott ültem benne hátul, egy kanyarig mentünk, és nagyon sírva fakadtam, ahogy rettentően. Pedig abba is hagytuk. Bocsánat, hogy egy mondatig visszakanyarodunk. Ő nem is 220 lóerős a GTI-en. Nem, ő egy kicsit fel van húzva. Még ráadásul meg is van igen. okosítva egy kicsit. Igen. És hát de jó, persze. De ez rövid pálya volt, és ez volt a szerencsém, hogy amire ő betöltött, meg úgy adta volna magát, amire jött a kanyar, azt mondták, nem, hogy itt... Nem is lehetett nem, akkor rendesen kihasználni. Felélegeztem, és mentünk az országútra. Tehát, ha ide benézünk a térre, azt hiszem, látjuk, itt már nem rally autók vannak, hanem másként különleges autók. Talán itt is körbe kéne mennünk. Igen, szerintem akkor induljunk erre, ez a gyönyörű szép piroska, egy Mitsubishi 3000 GT, hogyha és jól VR4, tudom. És VR4, ami fontos, azaz 4 kerékhajtás, biturbo, mozgatja a hátsó szárnyát, elől a spoilert leengedi a sebességtől függően, tehát ez egy rettentően fejlett autó, 30 éves mikor? Autó. Igen, ezt akartam 30 kérdezni. Éves autó, igen. 91-ben kezdték, tehát már lehetett több, mint ez konkrétan 30 éves, tehát akkor már a japánok olyan dolgokat csináltak, amik szerintem most jelennek meg egy Audiba, hogy kijön a hátsó szárny, vagy Porsche-ban nem igen. értek hozzá. Egy baja volt, hogy rettentően nehéz volt. Ez olyan nehéz volt, mint a mostani autók, tehát ilyen 1800 kiló, uh-huh, vagy uh-huh. még több. Úgyhogy a versenypályán nem tudott annyira teljesíteni. Nagyon hosszú váltója van, egy kiváló utazóautó. Ugye ezek mind GT-k. Igen. Tehát igen, itt igen. ezzel 380-nal nyugodtan, de beteszem 5-be is. Nagyon-nagyon jó kis autó tényleg. Uh-huh, uh-huh. És ilyen GT-ből egyébként van itt majd még, hát hasonló, nem hasonló. Ezek mind azok szinte, igen. De igen, azért így nagyjából hajaznak egymásra. Van egy S14-es Silviánk. 200SX, ugye? 200SX. Ugye? Ez is a drift autó. Nagyon ritkán lehet ilyet látni, hogy ilyen gyári állapotban megmaradtak, mert mint mondtam, régen olcsók voltak, és elhasználták őket. Ez viszont egy német bácsi, öreg tulajdonosé volt, aki nem arra használta, amire való. Nagyon sokszor megrónak, hogy sok autóm van, múzeumban tartom őket, nem erre való, hanem ezeket használni kéne, amire való. Én másképp gondolkodom, nekem így tetszenek, és sírok, ha esetleg olyan vezeti, aki nem úgy gondolja. Igen, mert egyébként ezek, és Sturc Anti mondta az egyik videóban, csak még nem akarom lelőni a poént, hogy ezek az autók azért, hogyha állnak egy helyben a garázsban,
akkor is nagyon jól néznek, és akkor is örömet okoznak. Bizony. Úgy is. A garázsban állam nagyon sűrűn vannak, de szerintem ez az árkád kiállítás, ez annyira látványos, hogy, hogy szellősen vannak, itt vannak egy nagy téren, sajnos most besötétedett, de napközben, hogy mennyire csillognak, tehát tökéletes. Egy ilyen helyszín kéne nekem kiállításra, mert majd jössz hozzám és megnézed, ott azért nem egészen így tudom tárolni ezt a rengeteg autót. Hát igen, ez biztos, hogy azért ez egy jó környezet nekik, igen. Így, meg igen. Nagyon jók a fények, meg tényleg úgy jól mutatnak ezek az autók. Na. Rettentően. És elérkeztünk egy olyan autóhoz, amit nem biztos, hogy nagyon sokan ismernek, ami nagyon érdekes, mert annak ellenére, hogy tényleg, mit tudom én, Németországban mondjuk egy 8-as BMW lenne ő, igen. Körülbelül. Így van. Ennek ellenére itt nincs nagyon sok henger, sőt. Ugye ő nem egy hatalmas V6, V12 motoros szörny, hanem ugyanakkor hát lehet akár szörnyeteg is, de ő ugye egy Wankel motoros jármű, ráadásul biturbó. Biturbó gyárilag, így van. Ez kétkamrás, de ebből egyetlen világon egyetlen ilyen típus volt, a Cosmo volt, amiben három kamrás Wankel motor is volt. Meg ami még érdekessége, hogy ez egy Mazda. Tehát igen. Ő a luxus Mazda, van, az Eunos, ami nem sikerült a Mazdának. Jól tudom, egy próbálkozás volt, egy erős próbálkozás, majd a Toyota megpróbálta így a Lexus-szal ezt a történetet, igen. Akkor ugye a Subaru is mellette próbálkozott ilyen dolgokkal, és hát a Mazdának is meg kellett próbálnia. Megpróbált, már nem értem, mert csak Japánba forgalmazták, tehát nem tudom, milyen próbálkozás volt ez, de igen, akartak egy, ez 5 méter, tehát egy hatalmas autó. És lett autó. Belőle egy hatalmas Gran Turismo, egy nagyon jó motorral, ami ugyan ezt a 85 literes tankot azért gyorsan ki tudja üríteni. Az biztos. És még egy érdekessége van, biztos tudod, az első sorozatban gyártott autó, amiben GPS volt. Ami GPS, 90, így van. 91-ben, érted? Igaz, igen, csak Japánban, mert nekik volt műholdjuk, de ők már akkor megcsinálták. Tehát és GPS volt benne 91-ben. Hangoztatom hát... mindenhol, hogy a japánok 90-es években annyira elhagyták a világot, szerintem. Igen. Hátul légtisztító van benne, meg nem is tudom felsorolni, érintőképernyős kijelzője volt. Az enyém sport, tehát ebben nem volt GPS, de ha eljönnek a kiállításra majd június 1-2-án, itt lesz egy fullos Cosmo, amiben ott van az érintőképernyős kijelző is felújítva, meg egy fehér belső, tehát gyönyörű autó lesz itt majd. Eszméletlen, tehát az országban ezek szerint több ilyen is van. Hája a kettő. Igen. Az egyik itt van egyébként, igen. Meg itt volt 2 hétig az árkádban, szóval igen, érdemes azért, hogyha ilyesmi van a közeletekben, japán autó kiállítás bárhol is, azért érdemes elmenni, mert hát ilyenből azért például nincs sok. Én is nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez micsoda, de aztán elkezdtem vele ismerkedni, és mert ugye alapvetően a japán technikával elkezdtem itt ismerkedni az elmúlt napokban, hetekben, és ilyen csodákra lehet bukkanni, mint az Eunos Cosmo, amit egyébként nagyon érdekes, nem is tudom, egyszer valahol olvastam, hogy milyen gyönyörű forma terve van az autónak, és hogy ez a vastag C-oszlop, ez egy nagyon nagy jellegzetessége ennek a kocsinak. Megmondom őszintén, kicsit nekem, de kövezd meg, ha nem így van, nekem annyira olyan hatása van, mintha egy keménytetős kabrió lenne. Ezzel a hosszú vastag C-oszloppal kicsit. Lehet. De nagyon jó, nagyon jó. Raktok be biztos vágó képeket, érdemes a segéről berakni, ez meg olyan amerikás, tehát egy széles, mint egy Ford Scorpio. Körülbelül nem tudom, de igen, teljesen igen, amerikás. Igen. Csak de nagyon jó. Igen, tehát tényleg egy az RX-7-esből származó, vagy valamennyire onnan származó motorral. Hát ez az, teljesen tehát az. Igazából nem tudom, hogy nem lett. Ja, hát persze, olyan, mintha nem is akarták volna. Lehet, de hát túl nagy, túl kényes a motorja, nem lehetett ebből siker szerintem, nem tudom elképzelni, mit akartak vele. Pedig tényleg egy nagyon jó, hát viszont van itt egy, igen. Még egy fokkal talán érdekesebb autó. Felkapottabb, nem biztos, hogy érdekesebb. Ugye beszéltünk, hogy különlegességek lesznek a rendezvényen, ez az egyik, ami tavaly nem sikerült R34-et szereznem, még idén sem sikerült, úgy néz ki R34 GTR-t, de GTT az lesz, sőt nem csak az enyém, hanem lesz még egy piros is, tehát duplázunk, ennek nagyon örülök, ez is egy rettentően ritka autó, nem annyira azért, mint a Cosmo, de lesz R34 is, és ez nagy öröm számomra. Igen, hát ráadásul ilyen, amiről szintén egyébként szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy mert valamiért az R34 az így az emberek tudatában talán a GTR-nél égett be. Hát jó, hogy
nyilván. Halálos irámba. Igen, igen, hát persze, igen. De hogy a GTT is egy remek autó. Persze, tehát aki igazán sportolni akar, iszonyat driftálni. Erős motorral, hátsókerékhajtással, meg hát hátsókerék kormányzással is. Az ráadásul. Is van benne, így van. És megint ez megint csak nem egy új autó, és tényleg hátsókerék kormányzás, meg minden, ami kell. Tehát, meg kerámia turbóval, tehát ebbe olyan finom kis turbót csináltak a japánok, ami már nagyon kis fordulaton elkezd tök jól dolgozni. Utána nem fejlesztették, mert nagyon kényes a turbó, és hamar tönkre tud menni, de különleges technikai megoldás ez is. Igen, meg az érzékelők, a kerékforgást, ami figyelik, főleg a GTR az nagyon-nagyon speciális autó. Olyan műszaki paraméterei vannak, amik a mai autók tudnak. Egyébként nagyon érdekes, csak így egy mondatra, hogy ugye itt neki is nagy spoiler van elől, meg küszöbb oldalt, és hogy egy picit nekem hiányzik a GTR hátulja hozzá. Így van. Hát, tehát annyira, az eleje az igen. Már annyira sportautós, vagy hát igen. Ilyen... Az egész az azért nézd meg. Igen, csak úgy valahogy hiányzik egy kell kicsit. Kell az a kis szélesítés, igen, de az a kis igen. Szélesítés az olyan plusz 60 millió? Igen, körülbelül. Igen. Hát akkor jó ez igazából. Igen, én is így vagyok, ez egy szerintem jó. És akkor térjünk ki egy kicsit egy Z-re, ami még nem Nissan. Egy számomra egyébként nagyon kedves autó, vagy hogy én mindig, amikor ilyet látok, egyszerűen elmosolyodok, mert annyira jól néz ki. Igazándiból ő meg, ezt is elmondom sokszor, meg a CRX vitt a japán vonalra. Én egy kiállításon láttam meg egy ilyet, egy sárgát, és hát mondom, mi ez egy állat, se tudtam meg, milyen jól néz ki. Ezt körbe kell nézni, tényleg a seggel minden olyan jól néz ki, és nagyon, egyébként nagyon. A Datsun Nissan ezzel tört be Amerikába, hogy ez az egyik zászlós hajója volt, a Mustangok ellen indította, mert kisebb volt, olcsóbb volt, kevesebbet evett, nagyon sikeres volt, ez a konkrét autó is Amerikából származik. Európában kevés volt, meg hamar el is rohadtak szintén. Ja, hát igen, ők is azért. Ez is Kaliforniából volt, tehát kvaszti tök jó állapotban volt a belseje, meg szétégve. Egyébként érdekes, alapvetően a japán autókról azért, vagy a japán autók hírhettek azért arról, hogy a rozsdát nagyon szeretik, illetve hát, hogy nincsenek kibékülve a rozsdával, de azért a rozsda szereti őket. Viszont azért itt azért ezeket az autókat mind érdemes megnézni, hogy... Hát én igyekszem olyanokat megvenni, amik jobban megkíméltek, de nem minden, mert Toyota Supra például én úgy tudom nem olyan rohadós, tehát azért van ezek között is, a japánok között, amit jobban megcsináltak. Vagy és akkor el is elhitetted egy szóval. Jaj, bocsánat, Toyota Supra, bocsánat. De hát semmi gond, amúgy is haladnunk kell. Az egy 1.34 után igen, egy Supra. Igen, igen, ez se rossz. Van itt egy MK4-es Supra, ami azon túl, hogy egy elképesztően sokak által vágyott kultuszautó, annak, és ezen túl szerintem az egyik legnagyobb érdekessége ennek az autónak, hogy gyári. Így van. Ezért gyári, megszólnak sokan, miért nem rakok már bele kéziváltót, mert bizony automata váltós, sőt jobb kormány is, miért nem építem át, mert ugye ez meg lehet csinálni nagyon-nagyon sok millió forintért, de nekem így sokkal értékesebb, és akik lehúzzák ezt az automata váltót, azoknak azt mondom, te még sose ültél ilyenbe. Van automata váltós, sok autó, amit tényleg gáz, de ez annyira élénk és annyira jó. És így gyári kiépítésben is a Stulcanti mondta, nem akarta, felhívta a Gerit, hogy ez tényleg, mert a Geri ismeri az autót, mert ő csinálgatott rajta dolgokat, hogy ez tényleg gyár, és annyi, hogy nincs, bemondhatom, katalizátor. Ettől ennyi nincs benne, és ez már annyit, vagy gyárilag ennyit tudott a Supra. Tehát nagyon-nagyon élvezetes autó. Mindig kérdezik, mi a kedvenc autóm. Én a Suprával imádok menni. Van nagy kályhacső rajta, az ad egy kis hangot is hozzá, meg igen, az egész igen. Érzet, meg nagyon aktív autó tényleg. Én megmondom őszintén, remélem, hogy a közeljövőben vagy a jövőben lesz majd erre lehetőség. Nagyon kipróbálnék egy gyári Suprát. Vezettem már MK4-et, MK3-at, de nem is lehet olyat találni, vagy nagyon ritkán olyat találni, ami nem 4-5-6-700 lóerős. Mert biztos, hogy ennek van, tehát talán az igazi feelingje, meg az a feelingje, hogy nem kell minden kilométert úgy megtenni, hogy bármelyik másodpercben lerohadhat talán. Hát azok se rohadnak, azért nem, a kettő jézét nagyon jól megcsinálják. A kettő jézék nagyon jók, csak igen. Azért az emberben benne mindig van egy fél. Igen, a GTI-ről így vagyok én is. Azért kell sietem, mert viszem OT minősítésre, és föl kell raknom a gyári képfogót, és az nem lesz úgy olyan, nem lesz olyan a Suzuki hangja lesz, úgyhogy gondolkozz rajta. Jó, akkor mindenképp összeszedjük magunkat. És még egy mondat, de ez a következő autóra is igaz lesz. Ugye nagyon ritkák ezek az autók, tehát gyári formájukban. És engem még, ami nagyon meglepett, az a kerékméret. Hogy úgy
Egyébként nyilván jó állása van az autónak vele, hát így tervezték meg, de annyira kívánna ez a széles hátsó egy kicsit terpesztősebb. De nem is a kerék talán. Méret, nem is biztos, nem jó, kéne egyel nagyobb rá, hanem inkább nézd meg, hogy hol van az a kerék, benn van teljesen, igen, mint igen, egy szoknya alatt, és olyan, mint egy béka, és nem ilyen felnivel vettem természetesen, ezt úgy kellett hozzászereznem, és felraktam, és napokig, hónapokig néztem, hogy biztos, hogy én ezt akarom, de most már megszoktam, és jól néz ki szerintem. Igen, jól néz ki, nagyon jól néz ki, csak olyan elsőre olyan szokatlan. Nyilván azért, mert a Supráról is, a halálos iramban, meg a tuning, ezek jutnak eszébe az embernek. De ennek jól áll szerintem. Mint a következő autónak. Mint a következő autónak, amiről pedig talán itt már nem a tuning, meg a halálos iramban, meg ezekről beszélünk, hanem én úgy gondolom, hogy talán a japán túra sportautók, nem is tudom, Szent Grálja, vagy nem is tudom, minek mondjam, de az NSX az. Megtestesíti azt, amit a japánok technikailag, műszakilag, fejlesztésben minden, amit el akartak érni, azt ide bele tömték ebbe az autóba. Addig fejlesztették, amíg tökéletes nem lett. Nagyon sokat ugye Senna is. Ja, ezt hallottad? Éppen tegnap került, hogy a Senna autóját árulják. Azt hiszem 220 millió forintra van átszámolva. Hűha. Igen, egy aukció van, hogy meg lehet venni. Igen. Szóval ebben mindent beletettek. Azt hiszem a világ első autója, ami tiszta alumínium, de tényleg teljesen alumínium. Addig fejleszgették minden porcikáját, amíg tökéletes nem lett. Ferrarit akartak ezzel verni. Egyébként voltam Olaszországban egy kiállításon, azt hiszem értékben a hasonlókorú Ferrari ugyanennyibe kerül, de ha benéztem az utasterébe, és az olasz igen, hanyagság, puritán, minden. Elég, sose elég, vezettem puritán, Ferrari, igen. Nem tudom milyen érzés lehet, jó, de ránézésre valószínű. De ezzel elindulok Olaszországba, abból nem biztos, hogy hazajöttem volna. Igen, teljesen érthető és értem, amit mondasz. Meg egyébként nagyon érdekes, hogy pirosban az NSX-et nagyon sokan leferrárizzák. Ja, én is nekem piros volt a vágyam, hogy nekem piros NSX, de hát ezt dobták. Ennek ismert volt az előélete, osztrák, minden, szervéz, úgyhogy nem, tehát azért nem sírok, mert fekete. És látod a felnieit? És milyen érdekes, hogy elől 15-ös, hátul 16-os, hátul szélesebb is. Tehát ez így lett kifejlesztve. Egyébként minden autót, ha ráteszel egy nagyobb felnit, már nem lesz olyan komfortos, egészen másképp viselkedik. Persze, természetes, igen. Ez így jó. És neki is mennyire bent van az ív alatt egyébként a kerék. Az összes japánnak bent van, nagyon csúnyán néznek. De hát ez biztos megvan az oka, meg a miértje. És azt se hagyjuk ki, hogy ő viszont már egy magyar OT-rendszámos Honda NSX, igen. Ami megint csak még a ritkaságát, hát nem azt mondom, hogy fokozza, mert ez alapvetően nagyon ritka autó, csak hogy így azért összességében, amikor én először megláttam az utcán ezt az autót, amikor először találkoztunk, én ott nem akartam. Először nem akartam meghívni, hogy ez egy NSX. Láttam, hogy Honda, láttam, hogy lapos, széles, de hogy magyar OT-rendszám van rajta. Mondom, ez így valami nem kerek, de aztán kiderült, hogy teljesen kerek. Van nem azért az országban egy-kettő OT, és csak nem mindenki mutogatja úgy, mint én. Igen. Hát pedig illik, vagy illene, mert szerint, nagyon sokszor beszéltünk, szerintem nagyon, is. Nagyon sok fiatal és idősebb álma is valóra válhat már csak azzal, hogyha lát egy ilyen autót talán élőben. És ha már akkor élőben és az autók, hogy hol lehet őket látni, a Pécsi Expo Centerben lesz a második, idén már a második Japanese Classic Cars Show and Expo. Június 1-2? Így van. Szombaton. Tehát június 1-én és 2-án szombaton és vasárnap, és ez csak egy ízelítő volt abból, amit itt láthattatok. Ja, és még egy dolog, ezt még neked akartam mondani. Mit szólsz ahhoz így OT-rendszámos gyári Honda NSX tulajként, hogy képzeld el, nekem van két ismerősöm is, akiknek van egy piros, 20 colos, háromrészes kerékkel, Airride-dal levegős futóművel Honda NSX-ük. Ja, hát... Képzeld el, van ilyen. Van ilyen. Kettő is. Bár igaz, hogy visszaalakítható. Az előbb a kollégáddal beszéltünk, hogy aki NSX-re Suprával versenyez, meg elhanyagolja, meg átépíti, szerintem az a világ leggazdagabb ember. Igen, egyébként. Nem csak, hogy szívem nem vinne rá, hanem szerintem értéket vesztenek, de mondom, egy futóművet vissza lehet bármikor építeni, és ők is így gondolkodnak. Igen, azt igen. Azért versenyezni talán más ilyen autókkal. Igen. Na de hát erről ennyit, ebbe a rövid beszélgetésbe ennyi fért bele. Nem hagyunk ki még egy autót. Ki
Csak jaj, nem hagyjuk jaj, ki. Jaj, már majdnem. Mert azért ez... Sokszor elhangzott, hogy GTR. Igen. És nem mutattunk GTR-t. Hát csak megmutatjuk ezt. És nem mutattunk GTR-t, de van egy GTR. Fekete Godzillát nem hagyhatjuk igen, ki ebből igen, a felső igen, vásból. Igen. Ó, elnézést. Valamiért azt hittem, hogy ő már szerepel. Nem, csak beszéltünk róla. És ő pedig egy Skyline R32 GTR. Ez a versenytechnika, ugye a kovácsolt motor. Beszéltünk az R34-nél, hogy az csak egy GTT, na ez a négykerékhajtású versenyautó, amit ugye 5-6 évig nem tudtak legyőzni, ezért a szabályt módosítottak, hogy ne indulhasson, mert nem volt egyszerűen ellenfele a 90-es évek elején. Hát nem csoda, ez eszméletlen. Gyönyörű szerintem is. És egyébként az R32 is, tehát ugyanannyira, hogyha ezt így meglátod, így akár kiállítva egy ilyen teremben, hogy nem, ez... Meg hát ez egy kicsit azért, ez is kilóg egy kicsit sorba az autóim között, egy kicsit ez át van építve, tehát gyári, ennek már van egy szép felnéje, nem gyári, igen. Látszik, hogy azért jól áll nekik, hogyha át vannak építve, csak nem gyáriak. És ugye 100 autó lesz benne a teremben, tehát rengeteg fajta és rengeteg típus lesz, lesznek ismeretlenebb típusok is, motor is egy-kettő, terepjáró, tehát igyekszem érdekessé varázsolni ezt az egészet, érdemes lesz eljönni erre a kiállításra. Hát mindenképpen. Gyertek el, hogyha... Most már több autó itt nincs, ugye? Nincs. Hát így is azért szerintem, hát nem mondom, hogy eleget láttunk, mert eleget majd talán június 1-én és 2-án a Pécsi Expo Centerben, úgyhogy szerintem mindenkinek, már ezek után is azért mindenkinek érdemes eljönnie, mert ettől még sokkal több mindent lehet majd látni, ha ez nem lenne elég. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltatok a csatornán, ismét iratkozzatok fel, mert nagyon fontos, lehetséges, én nagyon bízom benne, hogy a jövőben, a közeljövőben, vagy talán egy kicsit távolabb jövőben ezek közül az autók közül néhányat talán ki is fogunk próbálni. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek még ilyen izgalmas tartalmakat, és nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le róla. Attila, még egy szót. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és nagyon várom ezt a kis promó videót ezekről az autókról, ugyanis ugye forgattatok itt még világosba. Sokat várok ettől a szép helyszín, mert jó fények voltak, szép autók, tágasan. Várom ezt a videót. Intézzük. Köszönjük szépen, és nektek is, hogy itt voltatok. Sziasztok!